Nagyszerű dolog az, hogy vidéken, egy malomban, sok-sok évtizedre ezelőtt ilyen nagyszerű emberek tudtak megszületni. És amit mi büszkék lehetünk, akiknek van közünk ehhez a kultúrtájhoz, akiknek van közünk CC-hez, ehhez a vidékhez, csak büszkék vagyunk arra, hogy a magyarság ilyen remek személyiséget adott nekünk. Na hát ezért újítottuk fel a Csók István emlékházat. Ezért, hogy mindenki számára egyértelművé tegyük, hogy fontos nekünk ez a szellemi örökség, fontos nekünk ez a művészeti örökség, fontos ez az épített örökség, hiszen Cece egyik legszebb épületéről beszélünk, fontos ez a hagyaték, és fontos kell, hogy legyen a gyerekeink számára is. Miközben ennek a kiállításnak a megvalósításához 7 millió forintot adott a Nemzeti Kultúrásának, köszönjük főigazgató asszony. Aközben egy 2800 lelkes település 5 millió forint ajánlott hozzá ahhoz, hogy ez a kiállítás valóban meg is tudjon valósulni, mert a 7 millió forint nem volt elég. Köszönjük szépen a CC-eknek, ez az 5 millió forint, higgyék el, ez nagyobb dolog, mint az a 40 millió forint, amit az épület külső felújításához adtuk. Gondolják el, hogy ezt a sok műkincset, ami itt van, de nem csak ezt, hanem a Történelmi Múzeumban, a Galériában, a Kiscelli Múzeumban, a Kis-Ázsiai Múzeumban, és még sorolhatnám, Csók Júlia adományozta az államnak úgy, hogy ezért egy fillér nem kapott. Illetve kapott 1000 forint kegyi díjat. És ő ezt így, hogy kegyi díj, ezért ő nagyon szomorú volt. Én már a Csók Múzeum első avatásán is ott voltam, amikor Zűr két oldalán, egyik oldalán apám, másik oldalán én álltunk, óriási reményekkel, óriási bizalommal, hogy ez örökre föl fog állni, ez a csodálatosan szép múzeum. Azonban megmondom, hogy fél évszázad sem kellett ahhoz, hogy a születés, a halál, csak nem a halál váltsa fel. Csak nem megszűnt, csak nem meghalt a Csók Múzeum, és most ez egy csodálatos, sokkal nagyobb élmény, mint az is egy nagyon nagy élmény volt. Ez sokkal nagyobb élmény, mert sokkal gazdagabb, sokkal szebb, sokkal csodálatosabban megrendezett kiállítás ez. 1962-ben a művész lánya Csók Júlia múzeumnak ajándékozott számos szép festményt, és az édesapjának a tárgyait is, bútorait is, használati tárgyait, néprajzi gyűjteményét. Tulajdonképpen ez az alapja az egész kiállításnak, és ezt egészítettük ki a múzeumnak egyéb festményeivel, Csók István festményeivel, valamint a Nemzeti Galériától is kölcsönöztünk a kiállításra 9 festményt. Nem ez a művésznek a szülőháza, az a szomszéd településen, Sáregresen található. Ezt az épületet a szülei építették, de ő is hazalátogatott ide egészen gyakran. Az épületnek az egyik kuriózuma, hogy a verandájának a falán Csók István falképe látható. Ugye őt nem falképfestőként ismerjük, ezért ez egy tényleg kuriózum. Itt látható a falon az önarcképe, illetve az édesapjáról készített portréja is többek között ezen a falon.